A verseny során a rendőrök elméleti és gyakorlati szinten is számot adtak tudásukról. A szervezők törekedtek az életszerűség kialakítására. Az állomásokon a helyszínelőknek pontosan úgy kellett eljárniuk, mint a valós baleseti helyszíneken. Valamennyi rendőrkapitányságról és a megyei közlekedésrendészeti szervek állományából érkeztek versenyzők. Összesen 10 csapat nevezését fogadtuk be a mai napra. A csapat az ugye két fő helyszínelőből áll, illetve egy csapat kísérőből. Arra lennénk a mai nap kíváncsiak, hogy ki az a megyei két legjobb helyszínelő, aki elméleti, illetve gyakorlati szinten is a legjobb, és ezt a két területet, elméletet és gyakorlatot a legjobban, leggyorsabban, legügyesebben tudja végrehajtani. A csapatoknak a versenyen az új technikai eszközökkel együtt járó baleseti veszélyforrásokkal is meg kellett birkózniuk, így például egy drón okozta balesetet is szimuláltak. A legjobbak díjazásban részesültek, de a megméretetés mellett fontos volt, hogy a rendezvény a helyszínelők szakmai fejlődését is szolgálja. Ma a megye két legjobbját fogjuk díjazni, a két legjobb baleset helyszínelőjét, ugye oklevélben, kupában, illetve ajándékutalványban részesülnek. Amit még kiemelnék, hogy inkább ez erkölcsi elismerés is nekik. Az elismeréseken túl a győztes pár képviselheti a megyei rendőröket az országos döntőben, amelyet szeptember 23-a és 25-e között rendeznek meg Hajdúszoboszlón.